Az érkező vendégek közül számosnak még Rózsa Ferenc a középiskola van az érettségi bizonyítványában, mert hogy így hívták egykor az 5,5 évtizeddel ezelőtt a város iparosodását jelző, és ezzel együtt a szakember utánpótlást képző oktatási intézményt. Az első osztály tanulója volt Horváth Endréné is. És amikor elkészült az épület, akkor 67-ben mentünk föl a Kadarka utcába, és hát új volt minden. A szürke betontömtől kezdve ki kellett alakítani az iskolának a profilját, a hagyományokat teremteni, úgyhogy rendkívül színes élet volt akkor ott az iskolában. Az akkori tanárok és a vezetők biztos, hogy a legszebb és legboldogabb jövőt álmodták meg, az akkor épp nagyon erősen iparosodó és növekvő város Szekszárd új iskolájának. Emlékezett meg a kezdetekről Hajós Éva, az intézmény jelenlegi igazgatója, aki azt is kiemelte, az iskola követte azokat a változásokat az 5 évtized alatt, melyek aktuálisak voltak annak érdekében, hogy mindig az igényeknek leginkább megfelelő oktatási formában működjön. A középiskolánk az 1967-es alapítása óta hány profilt váltott, és mikor, hogyan sikerült ezt a profilt aztán rangos középiskolává emelni. És pontosan, tökéletesen példázza a mi intézményünk sorsa a köznevelésben zajló folyamatos átalakulásokat. Hajós Éva szerint ezzel a rugalmassággal sikerült a mai napig meghatározó oktatási intézményként megmaradnia a térségben. Az est folyamán bizonyítandó az iskolában zajló sokszínű tevékenységet, bemutatkoztak a diákszínjátszók és zenészek, de a természettudományos kutató munkáról is bemutatót láthatott a közönség.